Isti! Na, sziasztok, srácok! Itt vagyunk az első Forza Horizon 4 Drift Club sorozat részünkben. Nem tudom, hogy mondjam nektek. 10 darab fejezetből áll az egész dolog. Eddig hanyagoltam, ugye én és a drift az két különböző dolog. Eléggé összeegyeztethetetlenek vagyunk mi ketten. De úgy voltam, hogy nézzük meg mindenféleképpen. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tudni én ebből hozni majd. Ugye minden egyes alkalomnál lesz egy adott autó, olyan, mint a taxis volt tulajdonképpen ugyanaz, és gyakorlatilag ezzel a Nissannal fogunk először menni. Na nézzük, srácok, nyilvánvalóan ki van kapcsolva minden segítség. Gondolom van az autóban, ahogy nézem, drift felfüggesztés. Atya úristen, 150 ezer pontot kéne, 140 ezeret kéne összednünk. Lehetne itt egyenesbe is, de én nem vagyok annyira jampi. Istenem! Egyre nem annyira az én. Gyilkoljuk a kocsit. Na rá kell koncentráljuk, figyelj! Mondanom se kell, srácok, hogy nyomsz egy gázt is vége, tehát hogy... Gyakorlatilag a kéziféket nem is kell nyomni, tehát gyakorlatilag oda lépsz is így... Gyakorlatilag elég egy visszaváltás. De jó! Van ennek szépsége azért, hiába nem megy ez nekem, de... Ej, majdnem sok, majdnem átbillent. Oké. Lehet, hogy béna leszek, srácok, ezekbe, az biztos. De megpróbáljuk az összeset három csillagra teljesíteni. Ez az elképzelés, jó? Azt gondolom, hogy elsőre nem olyan tré az. Kiítjük a szemetet. Nagyon jó, 117 ezer pontnál vagyunk. És van még idő. Ugye időre is be kell érni. Az a másik lényeg, ugye? Ez csak gáz volt adva, 10.000 pontot kell szerezni. Ajj, de elszartam ezt a kanyart, atya úristen. Oké. Nagyszerű, figyelj. Megvan a 152, megvan a pontmennyiség. Itt áll-e? Jó. Igen. Ezt be lehetett volna venni szebben is. Mennyit tudok összedni? 176 ezer környéke. Nem rossz szerintem kezdésnek, nyilván ez még nagyon könnyű volt. Atya úristen, srácok, nagyon bén leszek én ebbe, azt gondolom, de mindenféleképpen, hogyha láttok ugye fejlődni valót az én driftelésemben, mindenképpen írjátok meg, tituljátok ezt, hogy kell csinálni, szerintem nagyon jól. Én tényleg a driftelésre nagyon hülyen vagyok. De nagyon tetszik, nagyon élvezetes egyébként abszolút a dolog. De odáig nem fajulnék, hogy mit egy kormánnyal egy ilyen iRacingbe vagy egy Assetto Corsa-ba elkezdjék drifteni, mert ahhoz már tényleg hülye vagyok, hogy még kuplunk, meg a tököm, semmi. Na, úgyhogy nem tudom, miért nem tudunk menni el egyből a következőre, úgyhogy menjünk a következőre. Hogyan teljesen ragadva az útvonalakon? Egy kicsit játékosabbá tesszük érted. Ez egy Subaru? Atya úristen, srácok, ezt nem tudom, hogy hogy fogjuk mi tartani az úton. Atya úristen az égben. Igen, ez a zene, ez nagyon nem kéne nekem. Köszönöm. Na nézzük. Ki akarom a rádiót kapcsolni? Na sikerült, jó. Atya isten, srácok, jó, rövidek a... Mennyi kell szedni? 75 ezer drift pont. Szerintem az megoldható. Hát ez... Nem annyira úgy megy egyelő, ahogy én azt elterveztem. Oké. Nagyon durvák ezek a kocsik, srácok. Ég és föld, amiket szoktam vezetni. Jó. 40 ezernél tartok. Akkor nem neki menni az autóknak sem. Mi az az út? Itt is kéne nyomnom amúgy, vagy mi? Tehát ez hogy? Nagyon jó, buktam a pontomat. Azt hiszem, hogy jobban dobja egyébként.
Ne, átbillent a rohadt életbe! Ez szokott lenni a legnagyobb ellenségeik, amikor már átbillen a súlyponton. Vagy nem tudom, ott a, az egyensúlyon átbillen az autó, akkor ott vége. Ott szoktam elszarni. De jó hangja van, te jó szagú is. Be fogok érni a célba időben? Jaj, 350 ezer a full, aha, értem. 2 kilométer maradt egyébként az útból. Fú, de nem értjük még meg egymást ez az autóval egyelőre. Hát azért próbálgatjuk a dolgot, 156 ezernél vagyunk még csak. Ez az autó itt. 1 kilométer maradt, hát hogyha én annyi időt be tudok hozni ennyit, meg fog lepődni. Úgyhogy egy nagy driftből kéne az egészet megcsinálni, lefogadom amúgy. Ó, tudod, közel volt. De meg lesz, figyelj! Nem, nem lesz meg. A rohadt eget! Á, nem lesz meg. Basszus! 265 ezernél vagyok. Oj, de szar a vége, úristen. Hát ezt kezdjük is újra, szerintem egyszerűbb lesz. Na, szóval csak mondom, hogy minden alkalommal az van, nem először próbálom meg ezt a dolgot, hogy végére kevés lesz a pont. Úgyhogy megpróbálok egy olyan taktikot, hogy már itt is. Hát ez mi? Ez mi? Így haladni előre, érted? De nem tudok jobban kitalálni, hát kell szedni pontot össze, mert kevés lesz. Na ez már most jó a pontszám. Így egyenesbe is rápakolunk szépen. Ettől fogunk lemenni az útról szépen. Úgy van, szépen föl kell tarhálni, nem tudok jobban, nem tudom hol kéne itt amúgy. A kombót kéne tartani, nagy kombót gondolom, de... Ilyen ledobjuk, majdnem ezt sikerült eldobni. Hát figyelj, ez elég béna így, de... Persze. Fabulous, ja, az, hogy egyenesben megyek ilyen izé. Nehogy eldobjam, mert ez már hatalmas kombó. Már hatalmas kombó, mennyire nem az amúgy való életben így a... De jókor jön az a furgon! Hú, de szar volt ez. Viszont már most 214 ezernél vagyunk és még 3 km hátra van! És 516 ezer az olyan majdnem 100 ezer. 81 ezer pont. Ami most nem ad hozzá érdekes módon, szóval azt így... Számoltak közül, szóval 100 000-re vagyunk lemaradva most éppen. Itt mindig lejövök az útról. Csak legyen meg most, mert annyira rá vagyok feszülve a dologra. Oké. Okay. 293 ezer. Most már meg kéne, hogy legyen, de rohadt éld, mert amúgy... 320? Nagyon jó, ez most már tényleg jó. Egyenesben is kell kacsázni, ez van, hát nem tudom. Nem tudom, hogy mi van. Ú, ez jó lassú lett. De ne. Oké. Okay. Ott még lesznek kanyarok, hál' Istennek, faszák. Meg amúgy, oké, okay, hogy drift meg minden, de valahogy nem annyira olyan az útszakasz itt, hogy amilyen drift alapú lenne, és megvan a 350 ezer végre valahára. Nem tudom, hányszor kezdettem újra, egy ilyen 5-ször biztos. És ezt ilyen prosztó módon. Ezt még nehéz nekem megszokni, hogy mennyi fér bele. 409 ezer lesz végül, nagyon jó, megvan. Ott a három csillag, baby. Nézzük a következőt. Oké, okay, egy amcsi autó, izom autó. Hát érdekes lesz. Jó lesz, mert talán nehezebb lesz, mint a japán verziókra. Kíváncsi, ezzel hogy fog menni a drift. Azt mondja, hogy egy csillag 75 ezer pontnál lesz meg.
És az az idegesítő, amúgy addig nem is tudod, hogy mennyi kell a háromhoz, érted? Na csak annyit ilyen 75.000 pont, és akkor, de hát az csak az első. Szerintem ezzel jobban meg fogunk barátkozni, megint erre. Hát ezt nem egészen így képzeltük el szerintem. 5,4 km. Jó, nyomod itt a matematikát nekem. Jaj, ne, és a fizikát. És magyarázza a driftnek a lényegét, értem én, de hogy... Ha nem érzem a dolgot, faszi, akkor teljesen mindegy. Akkor leúszom magam a rolón, vagy a WC-n. Rolón. Na, 75.000 legyen már meg, hogy lássam mennyi kell a... De... 150.000 a második csillag. Köszönöm szépen. De ne! Ó, az anyátok fülét! Hát ez így lószar lesz, srácok. Így nem lesz ez meg. Hol lett a hang? Nem volt hang egy pillanatra a játékba. Így eltűnt. Nem éltem driftjeit, de a Subaru-nál valahogy jobban megérzem, vagy összeszokunk ez az autó hamarabb, vagy valahogy kézen fekvőbb. Mindjárt van a 150.000 is, úgyhogy megpróbálom kacsázom enni. Kicsikét, hogy szedjük össze, tarháljuk a pontokat. Ez jó. És 300.000 a vége, hát srácok, a 2 kilométer az nem tudom, hogy lesz meg. Áj! Nyilván besokaltunk. Na meg lesz az a 140.000, ami hiányzik? Hát nem hiszem. Ez nem volt rossz, csak kevés az út még szerintem, ami hátra van már ahhoz, hogy ezt... De jó lenne úgy menni, nem török ki semmit közben amúgy. 200.000 is nagy nehezen van, mégis az már ott a vége. Ez nem lesz meg. Bőven nem lesz meg, ahogy lenne meg. 210. Figyelj, összetarháljuk, 220. Ahogy nem gyorsul fel az autó. Nem áll, hogy ilyen szaros 50.000 hiányzik. 258.000, 42.000 hiány van. Á, kár érte, hogy nem volt ez olyan rossz első próbára. Kéne, nagyobb sebességgel kéne haladnunk egyébként. Sokszor azon kapunk, hogy nem váltok föl egyébként. Átbillen a rohadt életbe, ugyanígy billentünk át az elsőn is. Nem tudom, vagy nekem nem olyan egyszerű megérezni. Megint meg kell hallgatni, hogy megmagyarázza itt a fizikáját az egésznek. Köszönöm szépen. Ez jó volt. Na itt például nem volt sebesség, ez a baj. Ez vagy úgy kéne, vagy át kéne ültetni olyan sebességet a kanyarokba, csak ez meg... Ez, mondanám, hogy ez túl sok, de nem volt sok. Vagy, hogyha gyorsabban mész, akkor hamarabb kell berakni szerintem az elejét. Vagy nem tudom, hamarabb kell... Nem tudom, még egyre nem annyira... Na ez nagyon jó, hogy legyen helye! Ugyanúgy a rallyba, hogy minél közelebb a belső ívhez. És akkor van helye a kocsinak, ugye kisodorródnia, úgymond. Van hova, úgymond kicsúsznia, vagy nem tudom. De érted, nem az van, hogy a... Na ez nem lesz jó például. Hát itt most nincsen helye. Még egész jól meg lett oldva. 183.000. Ó, azt mondja, ki fogunk csúszni egy izomból, de nem. 196.000, 2 kiló, 3 kiló van még hátra. Ez kapásban sokkal jobb, mint ami az első volt. Ú, de ez egy szarkanyar, ez egy nagyon szarkanyar volt. 220.000-nél vagyunk, és hát ez most sokkal jobb, ez sokkal jobb rám. Mint az első volt. Na ezt például hogy veszed be? Így. Majdnem jó. Van az, amikor nagyon faszán az úton is maradsz.
És megint itt dobjuk el, egyszer nem értem, pedig amúgy ugyanannyira engedem bele, vagy nem tudom, na mindegy. 230 ezer izénél pontnál vagyunk, úgyhogy kicsit tarháljuk. Nem akarom, hogy ezen múljon. Még megvan össze az izomautóval, valahogy tényleg jobban a barátok vagyunk. Lehet, hogy súlya miatt, tényleg amúgy. 252 ezer, még a végére nem lesz pedig izénk. Pontunk. Ej, de szar! És ki, Jézusom, nem lesz elég az idő. Most a nem áll. Meg lesz az, figyelj. Nagyon ki lesz számolva. Föl kéne gyorsulni. Jézusom, nem lesz elég, nézzük, nem lesz. 276 ezeren vagyok csak. Össze kell tarhálni. Na, úgy már meg lesz, hogy összetarhálod. Idő, mint a tenger. Itt egy jó kis drift még belefér, meg is van a pont. Jó! Srácok, ha nem tarhálom össze az egyenesbe, nem kacsázok, akkor nincs meg! Akkor nincs meg! Jó, kezdtük, aztán volt egy ilyen elég stabil hanyatlás egyébként a dologban. Mindenesetre itt is megvan a három csillag, nézzük meg még egyet. Na nézzük a következő fejezet milyen lesz. Mert hogy amerikai autó meg volt, de hogy most szerintem megint visszadobhat valami... Honda, megint egy japánra, így van. Ez egy Honda S2000? I've thrown on new high grip front tires, tuned the throttle response in the computer and lowered it on firm springs. Well, if you get a show off and so do I. Ez egy szerintem S2000-es Honda. Atya úristen, srácok, na nézzük ezzel mit fogunk tudni. Hú, ez nagyon könnyű lesz az a kocsi. Hú, ez tipikusan erre lett kitalálva. 70 ezer pontot. Határozottan annyival másabb, mint az előző, az amcsi autó volt. Meg jó hosszúak a sebességek amúgy itt. Mennyit kell? Én akkor mindig nem tudom, mennyit kell ugye összedni. Hú, ez egyre egészen adja magát a kocsi amúgy, rohadt életben. Itt lehet, hogy ezt kell jobban. Hú, ezt mennyire be kellett volna menni jobban ezt a driftbe. Atya úristen, mennyire adta magát ez a kanyar. Jó kevés pontunk van amúgy. Már ezek a kanyarok... Ezeket hogy veszed be? Így valahogyan. 69 ezernél vagyunk, ugye megtudjuk, hogy mennyi a következő. 150 ezer a következő, aha, földúton, jó! Akartam kérni. Nem az igazi. Srácok, nagyon kevés, nagyon rövid az út. Hát ezt én hogy fogom összeszedni? 150 ezeret kell most, második, két csillagért, érted? És azt tudom, hova megyek amúgy, mert nem is azt figyelem, hanem azt figyelem, hogy hány pontnál vagyunk. Atya úristen! Hát ezt nem tudom, hogy a francba kéne. A hosszú egyeneseket kéne nagyon megnyomni. A nagyon hosszú egyeneseket, tehát, atya isten! Jó, hát... Nem tudom még, hogy lesz egyelőre. Meglátjuk. De azokat nagyon meg kell lovagolni, a hosszú egyeneseket. Már itt tarháljuk a pontokat, tehát hogy tényleg egyszerűen annyira... Az sok volt, na. Ezeket nem, és ilyen megfordul, és akkor 20 év még összeszeded. De időnk, mint a tenger amúgy, azt hozzáteszem, tehát hogy... Érdekes, hogy nagyon sok idő van ezekre teljesíteni. Talán azért nem olyan nehezek ezek, egy gondolom, az veszi a nehézséget ezekből. Igen, már itt ez... Csak ez olyan béna, hogy egyenesbe így nyomom, szerintem. Ez ilyen több béna. Nagyon jó technika, aha. Ezt nagyon meg kellett volna megint nyomni. És nem jó, nem jó. És visszaszedtük még. Köszönhető a felfüggesztésnek szerintem. 150 ezer pontot kéne most a második. Ezt is végig kéne körzőzni. Nem úgy, ahogy én csinálom. De itt ebből hogy lesz ennyi pont? És nem tudom, mennyi kellett volna az elsőre, hány pont, szerintem 300-at kell itt is összeszedni minimum. Nem látok semmit a bokortól! Hát kösz! Áj, nem fértem el mellette a rohadt teget. Sérdek, és már itt jön a föld, és már csak 1 kilométer, 1,3 kilométer, hát ez... Aha, hát ez...
Megyek én mindenhova, srácok. Atya úr, és hogy a picsába szedjek én össze annyit? Ja, 3 csillag 200 000, várjám, az mindjárt meg is van. Akkor az jó, akkor meg lehet, akkor sima. Nehogy nem 300 000 kell. De megint rossz fele jövök. Itt mindig elnézem ezt. Elsőben is ugyanígy itt elnéztem. Jó, ráérünk, nem baj, van még egy perc beírni. És hol? Itt? Nincs ki keresztül itt a bokron? Nincs semmi út itt? Semmi. Azért nézem én ezt el. Aha, és akkor így itt be. Tedd büszkévé. Itt lehet itt szórakozni? Itt lehet játszani. Gondolom, hogy az akar lenni a poén, vagy én nem tudom. Vagy én, ja, amúgy ez tök jó, itt nem érted, nem szedted össze, akkor simán összekapod, ha akarod azt a pont mennyiséget. Na jó. Megvan, srácok, remélem, hogy élvezitek ezt az egészet, hogyha igen, akkor írjátok meg kommentben, és akkor a maradék 6-ot pedig az utolsó videóban teljesítjük. Jöhet az out? Ró, remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey. Hey. Hey.